A prominoritáti negyedéves kisebbségpolitikai szemle, amely a határon túli magyarok politikai és kulturális életével, a szomszédos országok népek történelmével és aktuális politikai törekvéseivel foglalkozik. A folyóirat legfrissebb száma az etnikai térformáló tendenciák kisebbségi építészet címmel jelent meg. Több fiatal kutató tanulmánya szerepel a kiadványban, az egyik közülük Péter László szociológus, akit ezúttal a stúdióban van szerencsém köszönteni. Szervusz! Szervusz, jó napot kívánok! Most egy Kolozsvár fűterével, kvázi belvárosával kapcsolatos tanulmánnyal jelentkeztél. Ki itt a tér? A kolozsvári fűtér színeváltozásai diskurzus elemzés tükrében. A lényeg az, hogy egy tünettani vizsgálatot végeztél két sajtó termék háttere előtt, melyek ezek és miről szól? Tanulmányomban azt szemlézem egyébként, hogy 2008 után, 2008 és 2011 között a kolozsvári fűtér átalakítása, illetve a Mátyás szobor restaurálása kapcsán milyen diskurzusok jelentek meg a kolozsvári közéletben. Erre vonatkozóan úgy döntöttem egyébként, hogy a helyi kiadású napilapot, a Szabadságot, illetve a netes formában megjelenő Transzindexen megjelent cikkeket szemlézem, és azt próbálom igazából kiolvasni, hogy mit mondanak egyébként a közéletben a kérdéssel, hiszen azt gondolom, hogy a tartalomtól túlmenően a főtér ügy az több, mint egyébként a többet jelent, mint a fizikai átalakítása. Amúgy a főtér tematika már régebben érdekel, ugye egy időben az ásatásokkal foglalkoztam, írtam egy tanulmányt belőle, majd megfogalmaztuk kollégámmal a gazdasági növekedés kontextusában, ugye a posztmodern városnak a tézisét Kolozsvára vonatkozóan, tehát politikus értelemben valahogy természetszerűleg léptem át arra, hogy a főtér tematikáját az átalakítás perspektívájából is megnézzem. Mi az, amit vizsgáltál? Hát igazából azt néztem meg egyébként, hogy melyek azok a tipikus toposzok és attitűdök, amelyek a média nyilvánosságban a főtér átalakításával kapcsolatosan megjelentek. Mert azt gondolom egyébként, hogy az a vita, ami a főtér kapcsán elhangzott, az elsőben a főtér mentén beszél, de a kolozsvári magyar közösség, kolozsvári magyar közösségen belüli erőviszonyokról, érdekviszonyokról, ezeknek a kompetíciójáról szól ugye elsősorban. Ezért úgy tekintem, hogy a főtér az nem csak én nyilván, egy olyan szimbólum, aminek mentén, aminek kapcsán, aminek ugye a tematizálása mentén el lehet mondani azokat a történeteket, amelyek valójában ugye a kolozsvári magyarságról szólnak. És kik nyilván, vagyunk, tehát általánosítani is jelent, hiszen nem csak Kolozsvára érvényes ez, hanem egyéb városa is. Egyébként is elindult egy ilyen fajta munkálkodás az utóbbi Igen, egyébként évben. Hogy az látszik, hogy főleg gazdasági növekedés kontextusában fogalmazódtak meg olyan tervek, amelyek a hagyományos történelmi belvárosokat, a középkori arcot fölmutató városközpontokat ugye restaurálni voltak hivatottak, ugye ebben Kolozsvár egy a sorból. És egy dolog azért is érdekes, mert ugye ha megnézzük a terek kérdését, akkor ugye engem személy szerint, mi szociológusban az érdekel, hogy a tér és társadalom milyen viszonyban van egymással, hogyan tükröződnek le mondjuk a tér architektúrájában ezekben történő beavatkozások, mert egyébként azok a társadalmi folyamatok, társadalmi változás folyamatok, amelyek adott városban, és jelen esetben Kolozsváron végbe mentek. Tehát ez egy kölcsönös dialektikus kapcsolat a társadalom, társadalmi változás, illetve a terek-tereken megesett változások ide-oda hatnak, és ugye ezért érdekelt az, hogy valóban ezek a diskurzusok hogyan néznek ki. Most próbáljuk valahogy megközelíteni tematikailag. Arra nem kérdezek rá, hogy a módszertani háttér mi lehet, hogy az túlságosan szakmai lenne, de hogy így, ha tünettanilag közelítenénk ahhoz, ami ebben a két publikációban megjelen, hiszen nagyon vehemens vita volt, és nagyon érdekes reflex volt. Sokszor azok irányából is, akik részéről kevésbé várta volna az ember, hogy annyira konzervatívan viszonyuljanak egy olyan beavatkozáshoz, amilyen mondjuk egy térnek az újragondolása a városszöveten belül. Igen, egyébként, ha megnézzük történetileg, akkor kevés olyan esemény történt az elmúlt mondjuk 5 évben, ami ekkora vitát, ekkora érzelmi kitörést váltott volna ki, mint a főtérnek ugye az ügy. Azt gondolom egyébként, hogy ez egy érdekes és egy termékeny és illetve egy szükséges a helykereséshez kapcsolódó vita volt. Az tény egyébként, hogy nagyon sokféle, ettől érdekes és ugye csodálatos ez a történet.
hogy nagyon sokféle társadalmi csoport képviselője, hogyha úgy tetszik, nagyon sokféle álláspont fogalmazott a főtér kapcsán. Bár ugye első szinten ez egy esztétikai kérdésként vetült fel, vagy elsősorban egyébként ugye úgy merült fel, hogy szépe vagy sem a főtér, valójában itt ugye többről volt szó, része annak a folyamatnak, aminek ugye a közepén tartunk, hogy a kolozsvári magyarság ugye föltalálja magát. Most akkor, hogyha ez így van, akkor világos, hogy széles palettán mozogtak azok a megközelítések, azok az értelmezések, azok az interpretációk és fölvetések, amelyek ugye a főtér kapcsán elmondták még egyszer azt a történetet, hogy ki vagyunk, mi vagyunk, honnan jövünk és valójában hova akarunk menni. Hát ugye, hogyha ezeket akarnánk egy kicsit szemlézni, akkor ugye azt gondolom az egyik legmarkánsabban megjelenő, leghangosabb és talán a domináns diskurzus az a változás ellenes diskurzus volt, ami egyébként kifogásolta azt, hogy egyfajta külső beavatkozás történik a főtérre. Hát egy ezt, ugye az zöldövezetet kinyírják. Hát ugye nyilván ennek ugye különböző elemei voltak, ami ugye átütő erejű volt, tehát egyfelől nyilván a zöld perspektíva volt, hogy ez a jól lehet ennek kapcsán ugye figyelmet fölhívni, illetve tematizálni. A másik pedig nyilván az, hogy ez a tér mondjuk réginek elképzelt, tehát réginek volt ugye bemutatva, és akkor ez történő beavatkozása tulajdonképpen a múltba történő beavatkozást jelentette. Ez elég intenzíven nyilvánult meg markánsan, és ezt én egy ilyen radikális változás elleni diskurzusnak fogalmazta meg. Hát ennek nem csak a szabadság vélemény oldalán, hanem a transzindexben is ugye egy eltérő arányban nyilván megnyilvánult. Egy másik érdekes diskurzus egyébként, ami ha úgy tetszik az alternatívnak tekinthető diskurzusokat keretezte, az a szakmai professzionális diskurzus, ami megpróbált egy picit ugye objektíven szemlélve nagyobb társadalmi léptékbe és elsősorban ugye a hasznosítás, a téren való egyéni közösségi megnyilvánulás mentén meghatározni azokat a sarokpontokat, ami az átalakításnak ugye a logikáját jelentette. Teszem hozzá egyébként, hogy szakemberek szólaltak meg, de ez elég csekély hatású volt. Ugye a másik része ennek pedig ugye az a modernista diskurzus, ami egy generációs diskurzusnak is tekinthető, inkább fiatal kolozsvári értelmiségiek próbáltak amellett ugye érvelni, hogy mégiscsak a közösségi, a tér és etnikai jelentésektől függetlenül az a fontos egyébként, hogy kimenni a térre és ugye fizikailag, meg társadalmilag is ugye birtokba venni. És hát mint minden esetben léteznek atipikus, vagy pedig valahogy köztes megközelítések, fölvetések, olyanok, amelyek megpróbálták ugye a közös nevezőt megtalálni, és alapvetően elfogadva az, hogy a változások tetszik, nem tetszik, kitermelik a térbeli módosulás változást is, mégiscsak a múlthoz visszacsatolva elfogadtatni olyan nagy közönséggel. Egyébként érdekes az, hogy, és ez tulajdonképpen összességében érvényes, hogy egy termékeny vita alakult ki ennek kapcsán, és én azt gondolom, hogy ezt folytatni kell ezt a vitát, hiszen alapvetően a főtér kérdése szorosan összekapcsolódik a kolozsvári magyarság identitásához, ezért a kibeszélés, illetve a különböző alternatíváknak a megfogalmazása annak kapcsán, hogy ki vagyunk, mik vagyunk még egyszer, rendkívül fontos. És akkor még egyszer egy ürügye volt annak, hogy a magyar közösség el tudja ezt mondani, és akkor ez az olvasata az, ami szerintem érdekes, és nem pusztán ugye a tartalmi elemeknek a egyfajta szociológiai. Meg hát része annak a folyamatnak, ami szükségszerűen megelőz minden városfejlesztési stratégiának a beüzemelését. Egyébként ezt csak így záróakkorként, hírként mondom, hogy a város új vagy ideiglenes polgármestere arról beszélt a napokban, hogy megpróbálják a belvárost, a történelmi belvárost egy picit nagyobb lendülettel rehabilitálni, és ez igazából minden egyes tér kapcsán föl fog merülni, és ennyire szertágazóan. De hát ez hozzátartozik ahhoz, hogy közös térben élünk. Én mindenképpen ajánlom ezt a folyóiratot azok figyelmébe, akik kíváncsiak ezekre a tematikákra, neked pedig köszönöm szépen, hogy befáradtál. Köszönöm szépen.